Fölvenni kintre, kabát alá. Tökéletes vagy ez? Hát ez egy kicsit széles, de lazábba lehet csak dolgozni. Téli meleg ruhákkal és lábbelikkel támogatták a város rászorulóit november 12-én a Szent Lázár lovagrend tagjai. A szervezet hagyományos módon segíti ilyen formában az érintetteket. A téli idő beköszöntével és az ünnepek közelettével a jótékonykodás még inkább aktuális. Szent Lázár lovagrendünk a hagyományainkhoz híven folyamatosan ruhaosztási akciót szervez, havonta szoktunk ruhát osztani, a megye különböző településein is, és itt természetesen Salgó-Tarjánban is rendszeresen. Most a karácsony közelettével úgy gondoltuk, hogy női, férfi, gyermekruha, téli lábbelit osztunk, és azért választottuk ezt az egészségügyi és szociális központot a helyszínnek, mivel családgondozókkal egy napi kapcsolatban áll a lovagrendünk. Személyesen naponta keresnek telefonon a nagycsaládosok is. Úgy gondoltuk, hogy itt a helye most ennek az akciónak, és nagy örömmel látjuk, hogy sok érdeklődő van. A nagy öröm idézőjelbe téve, mert ennek az ember sajnálattal veszi, nem örülünk neki, de annak, hogy van holmi, amit tudunk adni, és a szegényeket tudjuk segíteni és támogatni, amit mi a Salgó-Tarjánban lévő lakosoktól is gyűjtünk be, ezen kívül külföldről is kapunk nagyon sok ruhaneműt és lábbelit. És most már 24 éve csináljuk a lovagrend a karitatív munkáját, ami nem csak a ruhaosztásból áll, hanem gyermeknapi ünnepségeket rendezünk karácsony környékén, gulyásleves osztást, az is hagyományunkhoz híven már 19. éve tesszük, és ezen kívül 500 hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás gyermeknek karácsony ünnepséget rendezünk a József Attila Művelési Központban. A következő időszak karitatív munkájába a salgótarjániak is bekapcsolódhatnak. Várják azokat a ruha és egyéb használati tárgyak felajánlását, melyekkel a rászorulókat támogathatják.